Köszönjük a kedves nézőinket itt a Golvanáci műsorunk második részében, ahol a vendég a sporttelevízió szakkommentátora, a műsorvezetője Petúr András. Szia András, üdvözlünk a műsorban. Sziasztok! Első kérdésünk karriered kezdetére utalna, hogy a szüleid révén korán média közelbe került, és mert a Magyar Rádiónál dolgoztak. Már ekkor megfogalmazódott benned, hogy te ezen a pályán szeretnél tevékenykedni, vagy még más is vonzott? Nem emlékszem, hogy valaha bármi más érdekelt volna, de ez egyrészt felszeg azért van, mert ugye főleg édesapám révén én nagyon hamar közel kerültem, egyrészt a sporthoz is, meg másrészt a rádiózáshoz, az újságíráshoz, és a kettőt vezette az ugye ez, ami miatt most itt ülök. Úgyhogy ez annyira hamar beoltottak ezzel az anyaggal, hogy nekem soha nem volt, tehát nem akartam sem tűzoltó lenni, sem vadakat terelő juhász, sem taxisofőr. Hát egy valami nagyon akartam volna lenni, még futballista, vagy valami sportoló, de hát ahhoz valószínűleg nincs elég tehetségem, vagy legalábbis sokkal hamarabb kellett volna ezt kitalálni. Összesen 2 hetet futballoztam egy kis klubban, nem kis klubban, nagy klubban, csak mi hívjuk kis klubnak, de aztán utána engem ott bántottak, mert nem tudom, én valakitől elvettem a labdát, vagy nem tudom, kivédtem valami lövést, nem lett volna szabad, és az én lelkemnek az sok volt, hogy ott közölték velem, hogy akkor én most menjek vissza a kapuba. Úgyhogy ott hagytam a focit, és ennyi volt 2 hét. Szia, köszöntelek én is a műsorban. Hello. Ugye több interjúban is elmondtad már, hogy már 12 éves korodban műsorokat vezettél, és azt szerintem, hogy hogyan kerültél ebbe a pozícióba ilyen fiatalon? Hát egyébként pontosan úgy, mint az előbb meséltem, hogy én a Magyar Rádióban nőttem föl gyakorlatilag. Én oda vittek vissza engem az óvodából a szüleim, és az volt nekem a napközis otthonom. Én a rádióban tekergettem az asztal alatt ülve a gombokat, meg megtanultam mindent, amit 12 évesen egyébként baromira nem kellett volna tudnom, de úgy rádiós lettem, úgy nagyjából. És hát úgy kicskoromban is úgy elég sokat beszéltem, hogy most is így nagyon nehéz megvágni, amiket mondok, mert ugye folyamatosan beszélek, mint ez hallható. És én igazából úgy lettem műsorvezető, hogy én klarinétoztam. És egy koncertem után valaki készített velem egy interjút. És abban ugye így nyomtam a vakert 12 évesen, ami biztos olyan cuki hangzott, és akkor utána a bácsi megkérdezte, hogy egyébként nincs-e kedvem megpróbálni másokat kérdezni. És akkor mondtam, hogy persze, hogy van. Úgyhogy így alakult, hogy én zenei műsoroknak voltam 12 évesen a gyerek műsorvezetője, és utána hát onnan már csak egy lépés volt elmenni a sportszerkesztőségbe, és ott gyökeret ereszteni. Az iskolák elvégzése után te a rádiónál kezdtél dolgozni. Uh-huh. És itt milyen fél típusú műsorokat vezettél? Itt is csak sport volt, vagy más irányban is? Picit pontosítva, én nem az iskolák elvégzése után, hanem igazából helyette mentem el a rádióba. Tehát gyakorlatilag nekem az érettségén kívül, de még az se volt még meg, nem volt semmim. Tehát én majdnem mindent alárendeltem akkor a rádiónak. És igen, sporton kezdtem. És ugye most is éppen csak sporttal foglalkozom, de én nekem egyébként én arra tök büszke vagyok, meg kicsit hiányzik is az igazság, hogy én mindent csináltam. Tehát nekem volt közlekedési műsorom, autós műsorom, volt kábítószerekkel foglalkozó műsorom, volt közéleti műsorom, volt rock műsorom. Tehát ma már ez picit nehezebb elképzelni, mert ugye ma már sokkal tematikusabban zajlik a tévézés, főleg a rádiózás talán kevésbé, de akkor még ennyi mindent lehetett csinálni, mert akkor azt úgy hívták ezt az embert, hogy műsorvezető, nem úgy, hogy sportriporter, vagy nem tudom én, vallási riporter, vagy közlekedési riporter, műsorvezető volt, és ha műsorvezető tud műsort vezetni, és érdekli egy téma, akkor végül is mindenféle műsort le tud vezetni, úgyhogy az igazi, tényleg az Kánaán volt, még ott reggeli műsort is lehetett vezetni, úgyhogy ott tényleg azt csináltunk, amit akartunk gyakorlatilag, és ma meg az van, hogy persze tök lassz a sport, de a sport az csak sport, úgyhogy most éppen így élem most már hosszú évek óta a napjaimat. Te gyakorlatilag a rádióban nőttél fel, miért váltottál mégis a televíziós műsorvezetésre? Hát ennek van mondjuk 3 oka, így ha nagyon gyorsan kiszámolom. Az egyik az, hogy akkor a Magyar Rádió egy óriási változáson ment át. Az a Petőfi Rádió, amit ma hallgattok, vagy hallgatnak, akik most minket néznek, az ugye nem az a Petőfi Rádió, ami 2007 előtt volt. 2007 előtt volt az a rádió, ahol lehetett autós műsort csinálni, meg most már nem sorolom el még egyszer, és ez ott megszűnt. És akkor úgy tűnt egy pillanatra, hogy a sportot nagyon vissza fog szorulni, és tök véletlen 2001 időben a Sport TV főszerkesztője engem fölhívott,
hogy nincs kedvem egyébként a tévézést kipróbálni, tehát ez már két nagyon fontos ok. A harmadik meg az, hogy nekem mind a két szülőm a rádióban kezdett dolgozni, eléggé hamar, és mindannyian évtizedeket töltöttek ott, és én azt láttam, hogy mindenki egyébként évtizedeket tölt ott, és kis túlzással tényleg ott halnak meg az emberek a rádióban. És én nem feltétlenül akartam 18 éves koromtól 80 éves koromig egy helyen dolgozni, mert ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, majd ti is fogjátok szerintem látni, hogy így be tudja húzni az embert ez a spirál, hogy már ismered a portást, a büfést, azt hiszed, hogy ott vannak a barátaid, és részben tényleg ott vannak a barátaid, és ez otthonod lesz. És akkor olyan, mint az otthonodat hagynád el, de én azért azt nem akartam, hogy egy lakásban éljem le az életemet. Úgyhogy most így alakult, és hát ugye most már több időt töltöttem a tévében, mint a rádióban. Úgyhogy most van két otthonom egy pillanatban, a rádió meg ez a tévé, a Sport TV. A Sport TV kommentátoraként a Peking és a londoni olimpián is jelen lehettél. Ezt tekintett karriered csúcspontjának? Ezt. Hát az olimpia az olimpia. Tehát nem tudom nektek, hogy van, az olimpia az szent dolog. Tehát az most mindegy, hogy éppen hány évvel tolódik el, de olimpián lenni még úgy is, hogy az ember nem feltétlenül a legkedvesebb sportágait közvetíti, mert ugye én olimpián, amit imádok nyilván, atlétikát csináltam nagyon sokat, öttusát csináltam, judót, amit amúgy imádok, de labdajátékok közelében például olimpián érdekes módon egyáltalán nem jutottam. De én mai napig úgy vagyok, hogy én minden, mint egy sportoló egyébként, ez pont úgy működik, hogy egy sportoló is feláldoz, de belefetszol 4 évet abba, hogy végül ússzon 1-et. Nem? És néha úgy van, hogy nem tudom én, kicsit későn ugrik le a rajt körül, és akkor az a 4 év meló, az úgy lehet akkor még 4 évet próbálkozni. És én a magam részéről úgy vagyok vele, hogy én még mai napig azt hiszem, hogy mindent megtennék azért, hogy 4 évente 2 hetet vagy 3 hetet az olimpia helyszínén töltsek. Nyilván az élet nem pont így alakult, meg sok más fontos dolog van, hogy az ember a 4 év alatt is mit csinál, meg mivel foglalkozik. De igen, hát azért van más is tulajdonképpen, mert azért voltam még, hogy nem is kommentátorként, de riporterként voltam foci ebben, VB még nem voltam, az nagyon hiányzik. És hát voltam, azért BL meccsen, eljutottam BL meccsre közvetíteni, az is klassz volt, úgyhogy azért voltak csúcspontok, de az olimpia az olimpia, és ez mindig így maradt, tehát azt még, tehát egy VB döntő talán, ami azzal egyenlő, semmi más. A csatornák leginkább a labdarúgással foglalkozik, ezért azt szeretném megkérdezni, hogy melyik volt a legemlékezetesebb foci meccs, amit közvetítettél? Ja, hát ez most azért húzós kérdés, mert egy leget kitalálni abból a nem kevésből, az picit nehéz lesz. Milyen szempontból? Nekem valamiért emlékezetes, vagy maga a meccs emlékezetes? Hát, ami szerinted, ami ott jó volt mondjuk az egész játékképe, vagy csak a programok, az utazás, mire legszívesebben emlékszel vissza? Hát, szét kell azért ezt szedni, mert csak azt próbálom elmondani, hogy ugye az vagy, amikor elutazunk egy meccsre, az nem csak egy meccsélmény, hanem az egy ilyen nagyon komoly package. Tehát ott bevenni egy várost egy nap alatt, elmenni a sajtájra, megcsinálni az anyagokat, beszívni egy picit, nem tudom, Párizst, vagy éppen Madridot, és utána mondjuk leközvetíteni egy, mondjuk mondok egyet, ami ilyen elég nagy élmény volt, egy Real Barca 0-4. Ahol nekem tényleg a mai napig nem csak az van meg, ahogyan a hüvelykujját a szájába teszi talán a Xavi, már nem is emlékszem pontosan, a 4. gól után, hanem nekem megvannak Madridnak az ízei, meg az illatai, meg hogy ott utána mit csináltunk, vagy mit csináltam, egyedül voltam. Tehát igazából nem is a meccs, hanem mint utazási élmény, például ez a Real Barca 0-4, az nekem óriási nagy élmény volt. Meccsnek se volt rossz, úgyhogy most ha már itt ezt mondtam, akkor mondjuk legyen egy ilyen Real Barca 0-4 Madridban, az elég komoly projekt volt. Hát igen, az lehetett. És akkor az utolsó kérdésünk az lenne, hogy milyen tanácsot adnál azoknak a fiataloknak, akik sportriporterek szeretnének lenni? Hogy mire figyeljenek oda? Hát mindenképpen várják meg, amíg én kiöregszem, mert nem akarok konkurenciát. Hát figyelj, igazából ez gyönyörű dolog, de hatalmas szívás. Röviden. Egy kicsit bővebben kifejtve, hát nézzetek 1000 meccset, olvassatok mindent, beszéljetek 2 nyelvet a magyaron kívül, ez mondjuk, vagy legalább 1-et, ez mondjuk nagyon praktikus. És gondolom ti is egy picit ebben a cipőben jártok, hogy egyszer szeretnétek erre a pályára ráállni. A fele úgy is mázli, hogy oda tudtok-e kerülni, tehát hogy nincs az a papír, amit lobogtatva be tudtok állítani egy sporttelevízióba, hogy itt a
ötös diplomám, és szeretnék, akkor holnaptól szeretném leközvetíteni a Bayern München Mönchengladbachon. Úgyhogy amit szerintem lehet tenni, az az, hogy sok meccset néztek, magatokban közvetítetek, és figyelitek, hogy mit csinálnak a kommentátorok, mert azért ez egy szakma, tehát ez nem mindenki csak zsigerből nyomja. Ebben nagyon-nagyon sok tudatos dolog van, hogy ki milyen infókat használ, ki milyen tempóban közvetít, ki emeli a hangját, mikor, ki az, aki többször emeli, ki az, aki kevesebb szer, de annak nagyobb súlya van, hogyan osztod el az információkat. Tehát ez a mondat tarthatna még egy órát innentől kezdve. Én csak azt mondom, hogy el kell kezdeni szépen tudatosan arra készülni, hogy hallgassatok sok kommentátort, legyen valami stílusotok, magatokban közvetítsetek, és akkor egyszer, ha van egy pici szerencsétek, akkor oda tudtok ülni egy mikrofonhoz, és adni egy jó próbát, és ha mondjuk az a negyed óra jól sikerül, akkor talán megnyílik egy ajtó, amivel lehet lépni. Igyekszünk megfogadni. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Köszönjük szépen az interjút. Köszönöm nektek szépen. Nektek is, hogy megnézitek.